Hallelujah. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te vagy a jelenünk, Te vagy a jövőnk, és hogy van jövőnk. Hálákat adunk neked, Uram, hogy Megtartottál bennünket, és lehetővé tetted, hogy ezen a délutánon itt összegyűjünk. Minden nap egy kegyelem, de elmondhatjuk, Uram, hogy olyan jó a Te jelenléted. Nincs ehhez hasonló, sem menjen, sem földön. Fantasztikus vagy Szent Szellem. És köszönjük, hogy abban a kiváltságban van részünk, hogy az év utolsó napján is találkozhatunk veled. És hogy te is itt vagy, és mi is itt vagyunk, ez csodálatos. Azért imádkozok, Uram, hogy senkit ne hagyd ki, senkit. A te jelenléteddel látogass meg minden jelenlevőt. Természet feletti erővel, most járj jár át mindannyiunkat. Vedd le a terheket, vedd le a nehéz keserűséget, a nyomást, és a szabadíts fel Uram a te népedet. Köszönöm, Uram, hogy a Te népethez tartozunk, a győztes Azokért imádkozunk, Uram, akik nincsenek itt, talán interneten követnek, és betegséggel küzdenek. Most, Úr Jézus hatalmas tevében egy akaraton imádkozunk, hogy az Úrnak az ereje legyen győztes fölöttük. A gyógyító erő járja át őket. Szabadítsd meg őket! Külön imádkozok azért, akik Covid-ba szenvednek, nehezen kapnak levegőt. Uram, fúj rájuk a mennyből! Fúj le róluk a betegséget! Akik daganattal küzdenek, szabadítsd meg őket! Bármi némű betegek vannak, Uram! Uram, csak egy szót szó és meggyógyul a szolga! Bocsáss ki a te beszédedet a mai napon is! Jézus nevében! Amen! 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 Amen. Halleluja, halleluja. Nagy-nagy tapsot adjunk az Úrnak. Mert méltó az Úr, hogy vegye minden, minden, minden dicsőséget ezen a helyen. Mielőtt helyet foglalnánk, mondjad a hogy nagyon jó helyen vagy ma délután. Nagyon jó helyen vagy. És köszöntsétek itt távolról egymás betartva a szabályokat, és kézlek, hogy foglaljátok el a helyeteket. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és külön köszöntjük azokat, akik először vannak a körül, mert látok olyanokat, akik először jöttetek. Isten hozott benneteket. Nagyon jó, hogy itt vagytok. És jó helyen vagytok. Talán még ott a szélen vannak helyek, szabadabb helyek. És az örvendek, hogy ezt az évet együtt zárhatjuk az Úr jelenlétében, örvendezésben, Mielőtt az ige hirdetésbe belekezdenék, két könyvet engedjetek meg, hogy a figyelmetekbe, figyelmetekbe ajánljam. Az egyik jól ismert, igazából mind a kettő ismert. A szeretet, mint életforma, ez nagyon fontos. És a másik pedig, hogy a, hívók, a hívők hatalma Kenneth Hégentől. Mind a kettő rendkívül építő, szerintem nagyon aktuális könyv. Ma pedig szeretnék nektek egy nagyon-nagyon erős üzenetet átadni. Kértem az úrtól, hogy nagyon valamit nekünk, valami való, de úgy érzem, hogy elég erős a sikeredet. Tehát előre kérlek benneteket, hogyha valaki nagyon ideges, vagy nagyon felbosszantom, az bocsásson meg nekem. Ha meg internet előtt vagy, akkor jó lelkiismerettel kapcsolod ki az internetet, nem fogok megsértődni, mert lesz olyan, akit felbosszantok lehet, hogy de bízom abban, hogy többen lesznek azok, akik akiknek örömet fog okozni. De az Isten igéje, tudjátok, az olyan, mint az éles kard. És igazából ma fogom használni. De egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan megyünk át a jövő évben. És hiszem, hogy egy olyan üzenetet adott az Úr, amivel segíthetek majd nektek is, és bízom, hogy mindenkinek áldás lesz. Valakit hívnak, de nem a mennyből, úgyhogy ne aggódjatok. Az a jó, hogy nem a mennyből hívnak még. Szóval az is jó, ha majd oda hívnak a maga idejében. Egy történetet szeretném felhívni a figyelmeteket. Kérlek, hogy nyissuk ki közösen a Bibliánkat. Mindenkit köszöntöttünk már? Maszka, olyan furcsák vagytok, már ideje volna levenni a maszkot, de van egy jó hírem. Úgy érzem a szívemben, hogy jövő ilyenkor már nem leszünk azban. Én úgy érzem, az első fél év fordulatot fog hozni jövőben. És ősztől már normális összeheteleket fogunk tudni tartani. Addig is normálisakat tartunk, csak ilyen maszkos, szájkos arashoz nem vagyunk szokva, mi székelyek És nem is akarjuk megszokni, de ugye télen jó, mert nem, nem kapsz húzatot. Lukácsöt! Első versztől. Fantasztikus története, akkora üzenet van benne, hogy meg kell fogozzak, adjon az Isten kegyelmet, hogy tudjam nektek elmondani, amit az Úr nekem is mutatott ebből. Remélem a végére né is, eh, ti is nagyon lelkesek lesztek. Köszöntöttük azokat, akik az internet előtt vagytok, az Úr áldja meg benneteket. Nagyon tisztelünk, nagyon köszönöm. Rengeteg üdvözletet bevallom nektek, őszintén nem tudtam válaszolni, mert nagyon zsúfolt volt az elmúlt idő nekünk, és, de majd fogok ha az év folyamán mindenkinek írni, úgyhogy e, e, köszönöm a türelmeteket azonnak, és köszönöm, akik nagyon kritikusak voltatok. Valaki pont ránk írt, hogy a, a fügy az a meccsre való, nem az Isten tisztelete. Mi meg azt mondjuk, hogy ez az Isten tisztelet olyan, ahova való, van olyan, ahova nem való. De mi olyan fajták vagyunk, ahol ez belefér a ceremóniába. A, a, a És van olyan, ahol nem, de nálunk belefér. És kérlek, hogy szokjál meg bennünket így. Ugyanis az van megírva a Bébiában, hogy dicséretek az urat, síppal. Na most miért nem hoztunk ilyen rendőr sípot, mert nehogy azt higgyék, hogy radarba futunk, ezért így sztereóba fújjuk, ahogy tudjuk. Úgyhogy a Lukács Evangéliumából olvassuk az igét. Ötödik rész első verstől. Remélem jól tett a karácsony, ahhoz képest, hogy annyi káposztát megettetek elég, jól néztek ki. De még a beigliből még tart, remélem. És lőn, hogy amikor a sokasság hozzá tódult, hogy hallgass az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll valam és látta két hajót állani a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszállottak, mossák valaha ő hálójukat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoni volt, kéri őt, hogy vigyek egy kisé bejebb a föltörés, és amikor leült a hajóból tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evez a mélyre, vessétek ki hálóitokat a fogásra. És felelvén Simon mondta neki, Mester, jól hát az egész éjszaka fáradtunk, mégse fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokasságát keríték be, szakadoz vala pedig az ő hálójuk. Intének azért társadják, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, uram. Eddig az igen. A történet folytatódik, ugyanis ezután Jézus Pétert elhívja, és azt mondja, hogy ne félj, mert ezután emberreket fogsz, ember emberhalászá alakítanak. Ez a történet igazából. Egy nagyon-nagyon profétikus történet. Remélem, hogy felismeritek benne magatokat is. És az egyik nagy üzenete, hogy hogyan lehet a kudarcból kilábalni, és hogyan fordítja Isten a kudarcot a győzelemre. Egy másik üzenete ennek a történetnek, hogy hogyan. Tud Isten szolgálatba állítani téged és engem, és akar is szolgálatba állítani, ugyanis nincs senki az Egyházban, akinek aki ne lenne szükség és ne lenne szolgálata. Ugyanakkor még ez a történet arról is ö, megmutatja, hogy milyen, fe, milyen fontos felelősségünk van abból, abban, hogy tovább tudjunk mellett menni, és, és hogy jobb legyen a 2022-es év, mint az elmúlt év. Remélem, hogy a végére mindannyian egyet fogunk kéteni. Az első dolog, amit szeretnék megmutatni. A hajó az a sorsunk. Mindennyiünk. Mindenkinek van egy hajója. És utazunk a tengeren. Az úr már tengerre helyezett, és mindenki utazik. A háló az a szívünk, lelkünk, mindenkinek van hálója. A hajósok pedig mi vagyunk. A nagy kérdés az, hogy hogyan tovább. Ez a történet azért nagyon meghat engem és megrendít, mert egy kudarcsal kezdődik. Egész éjszaka halásznak a hajósok, nem vonnak semmit, és tudjátok, hogy a halászok mikor egész éjjel halásztak, és semmit nem fogtak, hogy néznek ki a parton. Letörve, frusztráltan. Nem tudom, hogy hányan figyeltétek meg, hogy az egyik legnehezebb dolog az életben a kudarcot feldolgozni. De hozzatartozik az élethez. Nincs senki, aki nem élne át. Ilyen. De azért tetszik nekem ez a történet, mert Jézushoz azt mondja, hogy egy nagy sokasság tódult. Figyeltétek? Nagy sokasság. És ebből a sokasságból kiszúrt Jézus két embert. Azt a két embert, akik egész éjjel hiába haláztak. Két embert, akik frusztráltak voltak, két embert, akinek kudarc volt az életükben. Mert az Urat érdekli az is, az az ember is, akinek kudarca van. És hogyha az életednek bármelyen területén is van még kudarc, van egy nagyon jó hírem ma az Úr téged meg fog látogatni. Kiszúrta a tömegből, oda ment hozzá, és azt mondta, van a szavam hozzád, Péter, van a szavam hozzád, Simon, van, tudok, van, üzenetem hozzád a kudarcba, tudok segíteni rajtad. Nem, nem kell tovább úgy menj, ahogy jöttél. Van több a kudarcnál. Itt vagyok a megoldás. Azért jöttem, hogy segítsek. Mi emberek valahogy úgy szeretjük, hogy ha valaki, valakinél van sok hal, akkor megyünk oda, hogy jó, mert kapunk valami halat. De olyan halászhoz nem nagyon szoktak tódulni az emberek, akinek nincs halal, de Jézus oda ment. De Jézus oda ment. Két dolgot viszont mind a két halász ösztönből tudott, amit szerintem nekünk viszont tanulni kell. Mind a két halász valamit tudott. Hogyha egész éjjel nem fogtak semmit, akkor mégis egy dolgot tenni kell. Én nem tudom, hogy hogy vagytok, de én ösztömből, ha nem fogtam volna semmit helyükbe, odavágtam volna a hálót a földre, és hazamentem volna. Több mint egy évig a Duna parton voltam, ott voltam katonam, és nagyon sok halászsal uh, uh, volt szerencsém találkozni. Nem horgászokkal, halászokkal, hálóval haláztak. Elég jól megfigyeltem, hogy van többfajta háló, van a kicsik, nagyok, négyszögűek, kerek hálók, van, amit hogy úgy, hogy bedobnak, és majd kihúzzák, van sokféle, de egy dolog mindeninél közös. Ha halat fognak, nagyon boldogok nem fognak, nagyon le vannak törve. És ez a két halász valamit tudott. Egy olyan dolgot tett, amiben rendkívül nagy üzenet van. Neki fogtak tisztítani a hálójukat. Ez az első nagy üzenete ennek a történetnek. Drága barátaim, Szeretnétek, hogy sikeresebb legyen a 2022-es évetek ennél az évnél? Egy dolgot mindannyian meg kell tenni, amit ezt a két halász tett. És az nem más volt, mint a hálójukat megtisztítani. Ugyanis a hálót, ha semmit nem fogsz, semmit nem fogsz, egy, egy pár dologgal akkor is megtelik a háló. Üres konzerves doboz, Ma már mondjuk flakonok is kerülnek bele. De van valami, amit figyelte mindig. És ez a hínár, de mi úgy neveztük, hogy békanyár. Olyan nyúlos valami növény. De egy biztos, hogyha ezzel megvan telve a háló, megszűnik a háló képessége. Többet nem lehet vele halázni. Mert annyira eldugja, a, elzárja a kiáramlást, hogy a halakat se tud megfogni vele. Érzitek, mekkora üzenet van benne? Ezzel azt állítom, hogy az az ember, aki nem dobálja ki a szívéből azt, amit nem halászod, de fogott, nem alkalmas a jövőbe, hogy halászon, megszűnik a képessége. És ezért kérlek téged most nagyon nyomatékosan, hogy a 2021-es konzerves dobozaid dob ki a hálódból. A hínárokat, ami a nyakat körül tekeredött, vagy a szíved körül, a kudarcok, a fájdalmak, a sértések, másnak a szemete, dob ki a hálódból. Nem, nem nem mondta senki, de ők tudták, ez a titka a továbbjutásnak. Ha akarod, hogy Isten használjon, ha akarod, hogy jobb legyen az éved, ha akarsz, egy dolgot meg kell tanulni. Megtisztítani, kitisztítani a lelkünket minden olyandól, ami nem oda való. Hogy? Halászni tudjunk, hogy azok az áldások, mert a halak azok az áldások, amiket az Úr neked előkészített. Szeretnének valamiről meggyőzni? hogy Isten 22-es évre nagy halakat készített neked? Mondjad el a szomszédodnak is. Isten a te számodra 2022-es nagy áldásokat készített. Nagy halakat készített. Nagy áldásokat készíted. Azért jött Jézus, hogy ezeken az embereken, akik nem fogtak, segítsen. De háló nélkül nem tudja, ha, ha, koszos a háló, teli van konzerves dobozzal, teli van hínáral, teli van akad, szeméttel. nem tudja Isten megtölteni. Nem fogja Isten megtölteni. Nem lehet megtölteni. Addig vagyunk normális háló, amíg tiszta háló. Megkérdezhetem, hogy most mivel van de most nem is az a lényeg, hogy most mivel vagy teli, hanem arra kérlek most, ahogy prédikálok, vegyed a vastag nagy lapátodat, és jömed kifelé. Azt mondja a Biblia, hogy öntsétek ki szíveiteket az Úr előtt. Do tárjátok ki szíveiteket az Úr előtt. Annáról az van fejegyezve, hogy ki öntötte a szívét az Úr előtt. Nem lehet másképp tovább menni. Nem, nem mi gyűjtjük be a, a szemeted. De mások belénk öntik. Mindenkinek van olyan, amit nem akar, és mégis fog. Mert a töviseket nem akartuk, a sértéseket nem akartuk, de vannak emberek, akik szemetesnek használnak. Lehet, hogy a, a, a hamutárcádnak használnak. Én nem tudom, hogy milyen, mit gyűjtöttél az idén, de egyet tudok. Ha akarod, hogy Isten használjon, ha akarod, hogy egy jó éved legyen, akkor egy titok most dobált ki, mint. Menj úgy tovább, ahogy ez a két ember egy dolgot tudtak, hogy meg kell takarítni a hálókat. Nem lehet átvinni. És ez a Biblia nagyon nagy üzenete, nagyon sok helyen megjelenik. Hát ha mögött van, elfelejtem. Kidobom. De ez egy fáradtságos, tudatos művelet. Nem magától párolog el a lelkünkből és a szívünkből a sérelem. Nem magától jön ki a, a szemét. Azon dolgozni kell. Az, az úr kell kimossa, én meg ki kell dobjam. Olvastam egy jó írást. Nagyon tanulságos. Azt állítja az írás, hogy minden házasság igazából csodálatosan működik akkor, lehet, hogy mások is olvastátok, ha egy, minden kapcsolatot úgy érték, minden kapcsolatnak van szemetes zsákja, amit időnként kiürítünk. Minden embernek van jó oldala, és van rossz. És ami rossz, az be kell dobni egy szemetesbe, és ki kell dobni. Egy normális háztartásban a szemetet és a jó dolgot külön válasszák. És utána mit csinálnak a szeméttel? Kidobják hogyha egy házból, egy szép lakásból, nagyon drága Gréciával, nagyon szép csempe van, gyönyörű kandaló, minden a legszebb, de a szemetet úgy három-négy hónapig nem viszik ki. Milyen lesz az a lakás? Lakhatatlanná válik? Mert maga a lakás lesz egy nagy fertő. Érthető? Egy fertő? Érthető? Hogyha a szívünket nem takarítjuk ki, az élet szűnik meg benne. Nem akár mennyit imádkozol, megszűnik belőle, elvonul a Szent Szellem. Karácsonyban többen voltatok vendégségbe, vagy hívtatok vendéget, vagy mentetek. Tehát nem úgy volt, hogy ó, oh, a konyha közepén azt a szemetet most, úgyis nem mindegy, az vendég legalább lesz, mit kerülgessen. Hanem mi az, az biztos, hogy mindent megteszünk, a szemetet kivisszük. Akkor mennyivel inkább? Azzal kezdődik a, a megtisztulás, azzal kezdődik a változás, hogy a szemetet a kapcsolatainkból, a házasságunkból, a lelkünkből külön válasszuk, becsomagoljuk és kidobjuk. Ahhoz, hogy a szemetes kivigye, még. Tudod, mit kell csinálni? Össze kell gyűjteni, és ki kell tenni. Ő nem fog bejönni a konyhádba, hogy bejön a kagylód alá, és kivigye a szemetet. Rengeteg csalódás, veszteség, fájdalom, mindannyiunkat ért a múlt évben. Elvesztettünk barátokat, vannak testvéreink, akik hiányoznak. Elmentek a mennybe. Vannak, akik gyászolnak közöttünk. De akármi is ért, drága barátom, nem hagyhatod, hogy a gyász alkalmatlanná tegyen a fájdalom és a veszteség. Nem engedheted, hogy alkalmatlaná tegy a szívedet a, ha a nagy halakra. Készítsd a szívedet az áldásra. Mondjad a szomszédodnak, készítsd a, a hálódat a halakra. Készítsd a hálókat a haladra. Készítsd a szívedet a halakra. Készítsd a hálódat a halakra. Erre készüljél. Nem Lehet, hogy nem akartad, lehet, hogy nem kérdeztek. Most éppen láttam egy, egy bántó felvételt, jöttek haza a kedves barátaink nagy, ö, 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 nagy lelkesedéssel az országban, nem tudtak, álltak sorba a, a határnál, szemete ezt az autóból kiületítik, hogy haladjanak könnyebben. Ilyen emberekkel vagyunk körbevéve. Nem ez a legnagyobb baj, a legnagyobb baj az, hogy nagyon sokszor a szemetet beledöntik. A gyülekezetnek van szemete, tudtátok? Egy ekkora közösségnek van szemete. Nem te vagy a szemét, a gyülekezetnek van szemete. De nem kell te tartsad azt, mert te nem vagy Jézusnak a szemetese. El kell döntsed, adj magadra, hogy te Istennek a kincstára vagy, a kincses Ég szebb dobozza, nem szemetesse. Ezért ne, eng, ne tartsad. Ha valaki belédöntötte, mert előfordul. Csak neked, hadd mondjak valamit. Mire észrevetted már, eddig öntött. Te nem tudnál úszni, az haza se tudnál menni. De az a helyzet, drága barátaim, hogy azzá válsz, ami van benned. Ugyanaz a doboz lehet ékszer doboz, és ugyanaz a doboz lehet szemetes láda is. És döntsd el, nagy halas háló lesz a szíved, vagy szemetes háló lesz. Kérdezd meg a szomszédot, melyiket választottad? És én két válaszok? Szemetes vagy nagyhalad? Mert mind a kettő nem lesz. Azt megkockáztatom most nektek az Úr nevében, vizsgáld meg, ha az Úr mondja rajtam keresztül, de nagyon sokan közületek, évek óta keresztények, és egy szerencsétlen nagyhalad még nem fogtak csak pirkát, ab, azt is, amelyik pont beteg volt, Azért, mert a, hálódat soha nem tartottad karba úgy, ahogy Isten azt elvárja. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Azért egyedül te felez. Nem jött Jézus, hogy kimossa Simonnak a hálóját. A te hálódat neked kell kimosni, az én hálómat nekem kell kimosni. Nem elég csak, hogy a fögadat kimosod, nem elég csak, hogy a tükör előtt, egy fél napot után festegetted magadat, nagyon szép, nagyon szép, mert rád sem ismerünk, olyan szép vagy. De a kérdés az, hogy az Úr a szíveddel mit tud kezdeni? És a Jézus pedig azt mondja, hogy kezdjed a szíveddel, kezdjed belülről a pohárral, ott meg nagy takarítást kell csinálni, de nagyon. Ne vidd át a 2022-es évben a 21 es szemetet, és más éved lesz. Isten meg fogja tölteni a hálódat. A történet úgy fejeződött be, hogy mind a két háló terve volt nagy halakkal. Mind a két háló terve volt nagy halakkal. Hát nem hoz ez benneteket izgalomba? De hogy kezdődik? Úgy, hogy mind a két hálót megtakarították. Annyira tetszik, hogy Jézus oda megy. Azt mondja, hogy nekem van tervem valad. Az, hogy, hogy volt egy kudarcos napod, ez engem nem hoz zavarba. Képzeld el, hogy az Isten a te kudarcaid és a te veszteségeid, még a mocsos hálót sem, nem hoz a zavarba. Mert Istennek van terve veled. Istennek van terve veled. Nem azért értük meg a 2022-es évet, csak hogy még legyen, aki szívja levegőt a levegőt városból, hanem azért, mert van terve Istennek a te életeddel egy terve van veled. Akar Isten használni. Most döntsd el. Megtesszük-e, kész vagy-e azokat a lépéseket megtenni, amiket az Úr elvár? Mert az áldásnak ára van. A nagyhalak minden, Darwinnak minden egyes igyekezete ellenére még nem ugrottak ki a szárazra. Én még annak idején úgy tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanítják a természetismeretből, hogy a halak addig erőlködtek, szögdöztek ki a vízből, ott még szárazra került, és akkor nem volt mit csináljon, kinőtt a lába. Tudom, hogy ez, ez még visznek ismeredek, de ilyen hülyeségeket tanítottak nekünk, most nem tudom, lehet, hogy már nem így tanítják, remélem. De sok keresztény most is ezt jobb, jobban hiszi, mint a Bibliát. A parton állva, Istenem, nagy halakkal áldj meg engem! Azt mondta, az, az te normális vagy, a, hal, a szérén. Te azt gondolod, hogy repülnek a halak? Mondjad el a szomszédodnak, hogy nem repülnek a halak. Lehet, hogy nem tudja. Másik szomszédodnak is mondd el, nem repülnek a halak. Azért be kell menni, azért dolgozni kell, azért, ha, azért el kell menni halászni. Két hajó van, és két út van. A Simon útja az a követendő példa, mert Simon értette meg, meg az úr Simont választotta ki, hogy megáldja és megmutassa nekünk, hogy hogyan tudsz és hogyan tudunk áldottakká válni. Érdekel? Csak ennyire érdekel? A vérszegényen mondjátok, mint a egész héten bőtöltetek volna, pedig azt nem hiszem, mert nem úgy néztek ki. Érdekel? nem érdekel, akkor ne magam, akkor mindjárt menjünk ki a főtéres tűzi játék. Zoli, von valami dumát, és mehetünk haza. Drága barátaim, nagyon elcsépelt, de igaz beszéd. A múltat nem tudod megváltoztatni de a jövőt Jézus megváltoztatta. Az már meg van változtatva. Neked egy más jövőd van, mint múltad. Nem kell nekünk a múltnak a kudarcait, a bukdácsolásait végigjárni a jövőben. Jézus azért avatkozott be ennek a két embernek az életébe, hogy a következő él már ne legyen -e hiába halászás. Tudod, miért jött Jézus? Hogy a hálód megtejen hallal. Tudod miért jött? Hogy megáldjon téged az Úr. Tudod, volt, ezért is némelyek fel vannak háborodat, hogy miért prédikálok ilyeneket, nem lenne elég, hogy ívjátok az evangélium, ne ilyen jó, in, jó, jó, léti evangélium. Hát én nem tettek róla. Én most nem azt mondtam, hogy figyelj, van valami halad dugiba, elvinném haza. Tanítványaim vannak, tudod? Hanem megáldotta. Igen, a te urad meg akar áldani téged nagy halakkal. Az, hogy az ellenségeid nézik, hogy csak ő ekkorát fog. A van egy jó film, azt hiszem, ugye? Csinál így. Jönnek a halak, jönnek, mindenki csak mérgelődik. Hogy jönnek ki a hal? Jönnek, jönnek. Tudod, miért jött Jézus? Hogy ne csak Lüdi fog fogja, hanem te is. Egy akkora változás hozott Jézus, ami gyakorlatilag a kudarcból a sikerre fordította a történetét. Attól a naptól kezdve Péter az egyik legnagyobb halászá lett a világ történelemben. A legnagyobb halászá vált. Embereket tudott halászni. Halat is tudott fogni. Embereket is. Sőt, még olyan halat is fogott utána, hogy még arany volt benne. Hatalmas! És ezért jött Jézus, oda ment hozzá, és azt mondta, Péter, azért jöttem, mert nagyon me meg akarom, hogy változzon a sorsod. Elég volt. Mert tudjátok, hogy a halászoknak mi a probléma? Akkor hazamegy, és nincs. Mondja, hogy ennyi, visszaesett ez. Ekkorát fogtam, de visszaesett. Ismeritek a domád. Ezt mutatja, közben erre gondol. Vagy ekkora szeme volt. Az első dolog, amit, ahogy Jézus beavatkozik a sorsunkba, és beavatkozott Simonnak az életébe, az volt, hogy kivá bement a hajójába. Ezt már nagyon sokan megtettük. Hányan hívtatok be Jézust a hajóba? Aki nem a végén, elmondjuk az imát, de ha ki alszik, az költsétek fel. Ez azért, azért izgalmas, mert tudtam, hogy erre könnyű lesz a válasz. A következő kérdésre nem lesz ilyen könnyű a válasz. De attól, hogy Jézus beült a hajóba, hány hal ugrott be a hajóba? Egy se. És itt van nagyon sok félreértés. Attól, hogy megtértünk Jézus Krisztushoz, még nem jelent, hogy minden probléma megoldódott. Láttam még keresztényeket, hogy Sóró, üresen ment haza. És a legrosszabb az nem volt kitől, vegyen halat, mert még ha vett akkor még hazaállít. De mikor azt sincs kitől venni. Hanem Jézus mondott neki valamit, és ez már változás hozott. Azt mondta, hogy vigye be, egy kicsit bejebb A, a siker titka, az áttörés titka, ott kezdődik, hogy amikor magunkat kell, mert már nagyon sok ember mondja, hogy ő keresztény. És hát hogy vitatkozzunk el? A keresztény, keresztény. Most mit mondjuk? Hogy így keresztény, vagy úgy keresztény, nem tudom, de keresztény. De az már sokkal ritkább, hogy valaki hordozza-e Jézus Krisztust a mindennapokban. Az már teljesen más típusú kereszténység, amikor Krisztus hordozó ember vagyok. Visszed magad a Jézust a munkába? Vagy az otthon felejted? Jézus visszed az internetre, Facebookodra? Porn is? Hülye oldalakra is, amit írsz? Hát, hogyha valaki Jézus Krisztus hordozza, kérdem tőled, hülye oldal tud nézni? Nem tud nézni. Mert ő nem fog oda menni. Hadd még kérdezzek egy jó kérdést. Hazaviszed Jézust a gyűliből? Vagy azt se tudja, hol laksz? Nem tudunk normális életet élni, ha nem jön oda a házunkba. A konyhába ott kell lakjon, a szobába, velünk kell legyen, mert ha nem, akkor nagy bajba vagyunk. És a történetnek a lényege itt kezdődik itt kezd izgalmassá venni. Vigyél beljebb engem. Vigyél engem. Azt mondja az úr, vigyél engem. Hordozzá. A Bibliában egyszer mondja Jézus, hogy szükségem van egy szamára. Tudjátok, elküld két tanítványt, és mondja, elhozatod nekem, egy azt szamarad egy kicsivel. És ha valaki megállít, mondjátok, hogy az úrnak szüksége van rá. Miért? Ha hordozza nagy szamárnakira is, kicsi számára is szükség van. És rád is és rám is, hogy hordozzuk Jézus Krisztust. Tudjátok miért? Mert a világ másképp nem ismeri meg, csak néz rád, néz rám. Ha látja, hogy te hordozod Krisztus, azt mondja, igen, megláttam. Úgy hiába néz a plafonra, az csillagokat nézi, Jézus hol van, hol nem látom. és észrevettétek, hogy nem, nem, az emberek nem jönnek rá, csak akkor, annyi Krisztust látnak az emberek, amennyit benned látnak, és amennyit bennem, amennyit bennünk, amennyit otthon látnak. Megkérdeztem, hogy hordozod egy Krisztus vagy nem, ezt a kérdést már magadnak tett fel. Mennyire vagyunk Krisztus hordozók? Mit hordozunk? Majd is olyan rég olvastam valaki idő. Halálomig, harag, haragszom, halálomig. Rengeteg ember hordja, a haragot például. Csak az a helyzet, hogy nem kompatibilis a harag és Krisztus. El kell döst, ha a haragot hordasz, hordhatod, senki nem tudja, nem fog megfosztani tőle, de mi Krisztus hordozók vagyunk. Ne haragot hordj, hanem Krisztust! Megsértettek a tavaly, vagy 2000 mindjárt lejárt, azért mondom mindjárt tavaly, pár óra, Dobjad el! Dobd ki a szemétbe a ragot. Te Krisztus hordozó legyél, gondolj bele, hogy most, ha a konyhád úgy áll, ahogy áll meg az lakásod, bemennéd hírni Jézust? Ú, de, de, de most nem menjen, mert nagyon siettünk a gyűlibe, és ú, mi van ott? Pedig ő mindig velünk akar lakni. Azt mondta Zákeusnak. Zákeus száj le, mert én nálad akarok lakni. Vacsorázni, bemegyek hozzád. És milyen jó, hogy nem csak egy vacsorára jön az úr hozzánk, velünk lakik. Csodálatos úgy lakni, úgy élni, olyan házasságban élni, ha Jézus is ott lakik. Ha nézi, hogy udvarozza a feleségednek, nem a másiknak a tiédnek. Mondod, drágám, csodálatos, milyen szép vagy, kedves vagy. Mert édes vagy. Ott, hogy, ahol Jézus ott van, valahogy így beszélnek, más kicsit más a hangerő, potenciométer. Hölgyeknek a figyelmét felajánlom, különösen a potenciométerre. Az Úr nagyon jól hal, csak azért mondom, neki nem kell kiabálni. A tényleg őszintén hinnénk azt, hogy Jézus hazajön? Higgyétek el, a lakásom ott laknál. Tényleg? Szerintetek pont így viselkednénk? Szerintem lehet, hogy egy kicsit másképpen. Pedig ő komolyan veszi. Vett komolyan, hogy Jézus, ha nem is látod, de benned lakik és hazamegy veled. És ott lakik veled. És ezért Krisztusi életet kell nekünk élni. Ez a kereszténység titka és a változás titka. Addig, amíg haragot hordunk, addig, amíg neheztelés hordunk, addig, amíg a hülyeségeket hordjuk addig nem fog benne, addig nem lesz változás. Kihangsúlyozza még Jézus, legalábbis a magyar fordítás, ezt mondja, nem néztem más fordítást, hogy vigyél engem el a parttól. A part a materialista élet, a víz pedig a hitnek a járása. És téged az Úr ki akar ragadni a berögzött mezei életből, és a hitnek az útjára akar állítani. Egy magasabb minőségű útra. Ézsárról írja a Biblia, hogy ő pedig mezei ember volt. De nem is találta meg a megtérés útját. De ha nem, azt mondja az Úr neked, ha velem utazol, akkor engem vigyél, honnan vigyél? A partól, a szárazról vigyél be a tengerre, vigyél a vízre. Én akarom, hogy mi a hitnek az útján járjunk. Péter, Simon. András, Pali, Mari, Kati, akárhogy is hívnak, az Úr veled, Géza, veled az Úr a vízre akar menni. Amen. A nagy halak nem a szárazba, ami látok, azt hiszem, és amit nem látok, mi látok, még azt se hiszem. Hát mennyi minden nem látom, mennyi mindent nem értünk. Mikor húzod az X-eket, rájössz arra, hogy az azelőtt X-nél, hát milyen keveset értettél. Még telik egy X, akkor még rájössz arra, te, mennyi minden nem értek. Minél több X van, annál jobban rájövünk arra, hogy nem a part, ami világunk, hanem a víz. A nagy halag nem a parton vannak. De ki kellett elvigye? Simon? Tudod, hogy ki tud, ki, hogy tudsz a mély vízbe jutni? Úgyhogy elindulsz. Uram, állj meg a magyar! Lépj a vízre! Ez a hitnek az útja. Kicsit olyan. Na most mi lesz? Most mindenképpen benne van a kérdés, mi lesz 2022-ben? Jogos kérdés, persze. Az oroszok megtámadják az ukránokat? Benne van a levegőbe. Azon dolgoznak, hogy ne. De azért nem biztos, hogy nem. Mindenki fegyverkezik, és nagyon erősen. És a probléma ilyenkor csak az, hogy ha nem is akarják, könnyen ki tud robbanni egy háború. Sokszor van, aki, vannak provokatív akciók, hogy elindítsák a háborút. És mi részt mindenki, már benne vannak. Az olajárak egyből el, el, elindulnak, meg fel, a, a gázárak látjátok, hogy vannak. Van, van mitől félni? Persze. De az Úr, a te Istenel azt mondta, én veled vagyok, ha, ha vizen jársz. Ha vizen jársz, mész át, én veled vagyok. És vagy az proféta mondja, ha vizen jársz. Akarod az Úr veled eljön? Akkor menj a vizen. Ez a hitnek az útja. Legalább olyan hit kell, mint amikor Izrael átment ott volt a veres mögöttük a problémák, előttük a problémák, mi lesz, Istenem, mi lesz velünk? Semmi perspektíva. Nem 2022-t írtak akkor, de legalább olyan bizonytalan volt. De ott volt az Úrnak a tűzoszlopa! Ott volt az az erő, ami ma is itt van! Ott volt az az Isten, aki gondoskodott róla, aki kihozott téged Egyiptomból, képes megtartani téged! és bevezetni győztesen, és bevezetni sikeresen. Lépj! Eljutottak a tengerre, és akkor kiállt Mózes, és uram, már most már segíts, már a tényleg bajban vagyunk. És akkor azt mondja, mit imádkoz ki a bász nekem? Induljatok el a vízen, indulj el! És amikor a papok a lábukkal elérték a vizet, mi történt? Ketté nyílt a tenger. Tudod, hogy mindig az úr valahogy ezt így tanít bennünket, hogy a probléma legtöbbször akkor oldodik még, amikor már az utolsó 24 óranak a 24. percének az utolsó másodperc is. Most mi lesz? Megtart az Úr. Amen. Megtart az Úr. Egyetlen egy izraeli se fulladott meg. Egyik se volt beteg. Egyiknek se kopott el a cipője. Sem a ruhája. Az Úr hűséges. Neked van megtartod. Azt nem mondta, hogy nem mész át nehéz helyzeteken, de azt megígérte, hogy megtart. Mondjad a szomszédodnak, az Úr megígérte, hogy megtart. Megtart az Úr! Megtart az Úr! Megtart az Úr! Ragad meg az Urat! Még egy titka van ennek a mondatnak. Azt is el kell döntsed, miután már a hajódba behívtad, hogy parancsnok, vagy potyautas az életedbe. Jézus nem potyautasod. Vagy a parancsnokod, és lesz áldás, vagy ha csak utasodnak akartad, nagyon sok embernek csak akkor jött eszébe az Isten, hogyha baj van, drága Uram, segíts meg, Sülyedünk, de Jézus parancsnokként lépett fel, azt mondta, én mondom meg most az irányt. Péter, akarsz győzelmet, akkor én leszek a kapitány. Hú! A kapitány. Ki a kapitány nálad? Ki mondja meg, hogy merre, hogyan? Ha ő a kapitány, jó helyre fog vinni. Ő a nagy halakhoz fog vinni. Ő a szabaduláshoz fog vinni. Mert lehet, hogy a te halad, a nagy halad neked az egészséged, a, vagy az anyagi áttörésed, vagy a, ház, a, jó házasságod, vagy a sikered, vagy épp a szellemi növekedésed, vagy a szolgálatod, mint Péternek. De ennek egy másik titka, hogy Jézus királyként akar az életünkben, és nem szolga. Ő nem egy utas, igen, ura, reggel imádkozunk, drága Istenem, áll meg az afrikai társadalmi éveket, meg minket, se felejtse, ámen. Hanem Uram, a te parancsodra, a te parancsodra, a te parancsodra, mondja Péter, hogy Uram, a te parancsodra. Milyen helyet foglal el a szívedben az Ige? Ilyen tanácsad, hát azért jó, tényleg jó, de hát emberek vagyunk. Az Istennek a beszéd az parancs. Ha meg tudod ragadni parancs az életedben, akkor parancsnok. Ha de neked 150 éve, hogy bocsáss meg a testvérednek, Máté hat halapán már százszor elimádkoztod a mi atyánkat, hogy már a, a, kutyád jobban tudja, mint te, és még mindig ott van, hogy aztán mindenét annak, hogy a kezembe kerülne, hátrafele nézne hétig. Barátaim, a megbocsátás az nem... Ha te azt képzeled, hogy kérel téged az Isten, nincs semmi baj, de ez még sivatag is vándorlás. Nem mély víz. A víz az, amikor azt mondod, Uram, a te parancsod, oké. Okay. Azt mondja Jézus, bocsássatok meg, amiképpen én megbocsátottam. Miképpen a Krisztus. 2021-et ne hagyd úgy el, hogy egyetlen ember a Földön is még nehezte ezt, vagy halakszol. Ne cipelj olyan terhet, ez parancs. Igen, uram, meg kell megbocsátok. Hát de, ki bírja ezt ki? Az új ember nehezen, az új ember meg vígan. De én nem tudom a te problémáidat, a kicsi bűnöket vagy a nagy bűnöket. Én egyet tudok. Legyen Jézus a parancsnokod. Van egyáltalán parancsnokod? Nagyon fontos, hogy parancsnokod legyen. Olyan jó úgy élni, hogy ő a parancsnok. Igen, uram, azt mondtad, Amen. Și a paranciot, îmi comenta aia, îmi tăie și ce. Se execută și nu se comentează. Așa mă Eu îl Eu îl Se execută. Amen. Amen înțeles. Să trăiți. Cine ta nă belălă a ne, -a ne, -a ne -a pastor, Elmondom, most ezredesi rangban lennék a hadseregnél. Kinéztek belőlem még a. Nem is nézitek ki, mi? Elkapott az Isten, s azért nem lettem rendőrtiszt. Én tényleg szerettem a katonaságot. de jobban szeretem az Urat. Látjuk a másik, amit látunk, hogy Jézus miután Figyeltek a sorra, de miután Péter kapitánynak nevezte, helyezte ki, bevitte, eltávolodott a földtől, elkezdte Jézus tanítani a sokaság. A tanítások nem minden állapotban jönnek az emberre. Nem, ami először Isten megnézi, hogy hol vagyunk, és akkor eldönt, hogy tanít vagy nem tanít. Mert addig, amíg az ember a pocsolyába jár, egy nap hallelúja, máskor azt a mindenét, és még mond egy olyan cifrát, hogy füstöl a plafont tőle. Hát ez még csak a pocsolja, ne csodálkoz. Tudod, mit fog neked mondani erre az úr? Jó volna beülnék a hajódba, meg kéne térjük. Nagy halakat, tanítást nem fog mondani. Nincs tanítás. Például, amíg, amíg illés el volt csüggedes, és befeküdt a fegyőfa alá, Semmilyen tanítást nem kapott az Úrtól, pedig hatalmas embere volt az Úrnak. Amikor bekerült az Isten jelenlétébe, elment a hórebre, akkor egyszer csak a szerít, csendes hang megszólalt. Illés! Van tervem az életeddel, nem kicsi, nagy halak fognak jönni. Királyok, papok, proféták és a tüzeszekér. Jelentés, hogy hol van a te életednek a nagy halai, annak az a feltétele, hogy az előzményeket nekünk komolyan kell venni. Én, mert a tanításnak van feltétele. Amikor úgy unod a prédikációmat, mert van, aki megírta nekem, hogy nagyon unja, de mégis meghallgatja, nagyon érdekes. Mert én, amit unok például nem szoktam nézni. De van, aki azt mondja, unalmas, és helytelen, és nagyon jól tenném, ha befejezném, de erre még jobban belelkezettem, hogy még ma még jobban fogok prédikálni, meg eldöntöttem. Még jobban prédikálok nektek az Úr segítsen meg. Drága barátaim, ahhoz, hogy tanítson az Úr, nyitott szív kell hozzá. Alkalmas szív. Nem tudsz megetetni mézzel sem egy jól lakott embert. Néha lehet látni, azt gondolják sokan, hogy bennek az összeöteres, a pásztor csak az első sort látja, de komolyan mondom, hogy látom az utolsót, és hála, az úrnak nem hordok 14-es dioptriás szemüveget. Akkor látom. Melyek hazas nézem. 7 órakor posztolta ezt a filmet. 7 óra 15-kor megosztotta, hogy gólt rúgott a másik. Mondom, ekkor prédikáltam, már be voltam rekedve majdnem, de még nem egészen fejeztem be. Nekem, nem nekem ez a probléma, ez neked nagy probléma. Mert a tanítás, valami olyan mondott Jézus, olyant tanít, amit jön a nagyhal. Hát nem mondhatta volna Jézus, na Petikém, elég volt a letörtségből, nyomásba a mély vízbe. Szerintem működött volna, és fogott volna is, de van egy sorrend. A, az Úr valamire meg akar téged tanítani. És a Biblia kiemel két vagy két dolgot, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy nagy halakat fogjál. Kérdésem az, hogy már fel vagy erre készülve? Tényleg? Nem biztos. Például nézzük meg Jézus mit mond. Máté 11-ből, vegyétek föl magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelét és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat adok, találtok a ti lelkeiteknek. Két házi feladatot kapunk 2022-re. Akarsz nagy halakat? Akarsz áttörést az életedben? Ott, ahol még eddig nem sikerült? Akarod? Két dolog. Szelít és alázatos szív. Ugyanis Emlékeztek Mózesre? Megkeseredett a szívébe, gondatlanul szólt Ajkával, és mi lett a következménye? Programváltozás. Isten csak akkor tud bennünket megáldani, ha megtanuljuk tőle, hogy a szelét, szelét és alázatos. Nem vettétek észre, hogy rendszeresen jönnek a az ellenőrök az életünkben, akik ezt a két dolgot letesztelik? Például tiszteletenek veled szemben. És akkor az ember meg... Hmm, tudja, hogy ki vagyok? Ha hát tudna, nem így beszélne velem. Mondja meg, hogy ki vagyok. Amikor az Isten ki le akarja mérni az alázatodat, a szerítségedet, akkor vizsgázol. Lehet, hogy a fráter nem tudja, de te vizsgázol. Ha jól vizsgázol, tovább mész. Ha nem jól vizsgázol, feliratkoztál az őszi szak szakra. Majd jön a következő szesszió. És újra vizsgázni kell. Nem lehet áldást jutni. Mert Isten soha nem tud megáldani, és nem fog megáldani azért, hogy az olyan emberünk hízzon. Megállt az úr, tudjátok, elmegy egy, egy, egy szenátor a, a pásztorhoz, és mondja, hogy ő az Egyesült Államok elnök ö, szenátora, mondja a pásztor, foglal -e helyet. Nem volt megelégedve ezzel a fogadtatással, mondta, de ő az Egyesült Államok szenátor. akkor ülj két helyre. Tudod, Istennek jogában van, és ki fogja tesztelni, hogy hogy állunk az alázattal. Hogy állunk a szerencséggel. És mindig vannak emberek, akik a szent kötelességének érzi, professzionális szinten tudja is, hogy kell a tyúk szemedre lépni. Tudod, hogy van olyan ember, aki a legprofiban tudja csinálni? Általában a családon belül van. Ismeritek a viccet, hogy a hölgyeknek mi a fő dolguk, mikor ideges az asszony, nyugtassa meg, ha nagyon nyugodt idegesítse fel. Jaj, milyen szentek vagytok. Ti soha nem csináltok ilyent, pedig én azt hittem, milyen rosszat gondoltam rólatok. Jaj, bocsász meg, uram. Sokszor, akivel együtt élsz, akivel együtt laksz, akivel együtt dolgozol, akivel szolgálsz együtt, profin, rálép a lábunk át, és meg egy-egy csavar, mint a csikken. Akkor... akkor az derült ki, szelét, alázatos. Hát Jézusnak mit provokálták? Ott volt a keresztény. szállj le, ha Isten fia vagy, szökjön le, szökjön higgyünk mi is, aztán hívők leszünk. És ő hallgatott. Nem ahhoz kell erre, hogy visszaszóljál, az nem kell. Azt tudjuk. Csipőből. Az más hogy hogy abból köszönet nincs. Ahhoz kell nagyon nagy erő, hogy hallgasson. Mire figyeltek fel Pilátus idejében? Pilátus mire figyelt fel? Jézus néma volt. Miért? Mert ő bárány. A báránynak a fő jellemzője pedig, hogy néma, mikor sértegetik. Ha nem tudod megkülönböztetni, a csobán kutyát a jútól, a gyülekezetbe, próbál csak ki, lépjél rá a sarkára, és mindjárt kiderül. A mutogatja, gyönyörű, szép, 32 fogát, tud a viccet. Mondok egy jó viccet. Azt mondja, ah. de nem jut eszembe a vicc. Hogy mondjam el, csak felét tudom. Samu, te biztos tudod, hogy segíts. Mondd meg, melyik viccet Na, lássad. Amikor kiütöm mind a 62 fogad, fogadat, tudod a viccet? Na, hogy van? Hogy kezdődik? Mondja a nő a, a fiának. Hallgass, a szemtelen vagy, kivere mind a 64 fogadat. Erre megszólal a férfi, ha hát csak 32 van, de beszámoltam a tiédet is jól mondtam? Majdnem, majdnem. Én még ebben nagyon le vagyok maradva, de igyekszek, igyekszek, látjátok. Barátaim, nem lehet előre jutni, ha nem tanuljuk megkezelni a bennünket ért sérelmeket. Addig parkoló pályán tart az Isten. Egy év, tíz év, húsz év, száz év örök élet, mese nincs. De te se adnád a BMW-t a gyermekednek a kezébe úgy, a kulcsát a kezébe úgy, hogy nem tud vezetni. Igaz? Akkor miért gondolod, hogy nagy halakat adjon Isten olyan aki nem bír a szereltséggel, nem tanulta meg sem az alázatleckét, sem a szerítséget És a Szent Szellem, mikor készültem, azt mutatta, hogy sok keresztény ezen az állomáson van elakadva. Ennek igaza van? Nagyon. Szép, hogy igazad van. A keresztény Jézusnak igaza volt? lett volna, mint mondjon? jogába lett volna, mint mondjon? Attól, hogy igazad van, attól még szerintnek kell lenni. Attól még némának kell lenni sokszor, de nagyon. Hanem mind a 64 funkat kiverik. Következő, amit még amit még Jézus kiemel, nagyon érdekes történet, nem tudom, hogy érzitek, hogy mennyi üzenet tud lenni egy egyszerű történetben. De nagyon profetikus. És azért figyeltem fel, hogy milyen résztetekbe le vannak jegyezve, azt jelenti, hogy minden résztetnek van jelentősége. Azt mondja Jézus Simonnak, miután megszűnt beszélni, miután meghallották a tanítást, miután átvették a tanítást Jézustól, azután, mit mond, evezz a mélyre. Drága barátaim, ez is, ez is ha biztosan sokan csónakáztatok. Hányan csónakáztak legalább egyszer az életben? Akkor azt tudjátok, hogy bizony a csónakázás az egyik legkeményebb erőfeszítést kéri. Nagyon nehéz, hogyha még ha van egy kis szél, vagy hullámok is vannak, akkor egy egyáltalán nem veszélytelen. És ez, és Jézus nem akárkinek mondta, vagy akárhol, hanem a tanítványoknak a tengere mondta, hogy evez a mére. Ez is egy feltétel. Erőfeszítést kell tegyünk ahhoz, hogy bejebbjussunk, hogy az anna szintre jussunk el, ahol Isten majd meg fog áldani. Mivel kell nekünk evezni? Egy. Az ige olvasásban. El kell mélyedni az igében. Hát az, mondja az 5 Mózes 28-ban. Ha szorgalmatosan hallgatsz, megtartod, megcselekszed, minden beszédeket, minden népnél feje valóvá tesz téged az út. De mikor? Mikor elmélyedsz az igébe. Az Isten igének az olvasása az nem egy kötelesség, egy kényszer kell, egy, hogy kell olvassam. Nem. Az igébe van meg neked az az áldásod, amire szükséged van. De csak azt akkor ismered meg, ha elmélyedsz benne. Ünnepnapok táján, mindahogy most is vannak, szabadnapok, vedd a Bibliádat, zárkozz be, mélyedj el az igével. Nem csak a, 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 a humalont kell megnézni, vagy még van még, még az a film, mentek legalább Megy? most is meg lehet nézni. Hát nem is lehet karácsony anélkül. De most ha szilveszter jön ember. Most egyedül otthon, tudod, a másik, a srácok, akit ott felejtettek otthon. Tudod? Látszik, hogy nem nézel filmet, te gizi. De olvasd az ígét. És mi egyel az íge olvasásban? Olyan igazságok vannak, hogy egy olvasod, tudod, meddig kell olvasni az ígét? Elmondok egy titkot. Amíg ő olvas téged, ez megfordul. Egyszer olvasod, olvasod, először alig értesz belőle valamit, aztán kezdesz valamit kapirgálni, aztán ezzel élvezni, és ez csak merbe vág. Wow. Jártál már így? Isten tud beszélni, ő él, de az ígéből beszél hozzánk. Úgy is lehet olvasni, hogy eh, ilyen szép irodalmi könyv, történelmi, legalább megnézzük, hogy hogy is csak nem értünk, hogy akkor most a tojás volt hamará, vagy a tyúk? Nem értjük meg ebből. De hogy honnan gondol megnősülni vajon, akkor, akkor Noé, akkor ez hogy volt? De nem arra való az ige, hogy a, hogy a filozófiai kíváncsiságodat betöltse, hanem azért, hogy szóljon Isten hozzád. Tehát, amikor az igét olvasunk, nekünk hallgatni kell, nem beszélni, sokoskodni. Sámuel és az öreget, hogy hívták, Éli. És Éli pap egy helyt voltak az Istennek a jelenlétében. Ott járt az Isten jelen licsősége. <laughs> Hát öreg volt, na, hát most, most mondtam volna fiatal. Nem jutott eszembe írtelen nyilván. Bocsánat. Az Isten akar szólni hozzájuk. Megszólítja. Samu, Samu, ébresztő. Fel kell. Könnyen ébredt mondjuk. Oda megy a Érihez, Szólított? Én nem. Addig, amíg nem mondta mert szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, addig Isten nem szólt semmit, pedig ott volt. Tehát addig, amíg nem hozzuk a szívünket olyan állapotba az olvasás által, amíg azt mondjuk, Istenem, nekem van szükségem, hogy szólj hozzám. Nem akarok okoskodni. Szólj, Uram. És ezt csak megvág. Hú. te olvasna, tudna az érzéseidet, a kívánságaidat, a gondolataidat, a problémádat, és Isten tudja rá a választ. És megvág az Isten eleje, Megvág az Úr. Wow történelem változott meg, mikor Sámuel megértette, mit szól az Isten. A sorsod változik meg, amikor meghallod az Úr hangját. Meggyógyítlak, megszabadítlak, megerősítlek. Nem figyelted, hogy átjár egy láthatatlan erő, és, és kiugrasz a bőrödből örömmel. Megváltoz, lehullanak a terhek, teljesen minden megváltozik. Azt mondja, szólj, uram, egy szót, és meggyógyul a szolga. Amikor valaki olyan állapotban van, hogy hallja az Úr hangját, és be, kimegy, mert az igébe benne van, ami szükségünk van. Mint Isten az emberrel fő kommunikációs módszere a Biblia. Az Istennek az igéje. Óriási ajándék nekünk embereknek, hogy mi most Istennel kommunikálhatunk, és ő kommunikál velünk. Az imákor mi beszélünk Istenhez, az Igé által ő szól hozzánk. És ha, nem, ha, szükséged van nagy halakra, zárkoz be. Mondja az igaz, zár be az ajtódat. M vonulj el. Nézzétek meg, hogy a nagy hitte hőseinek, mindegyiknek volt ilyen módon elvont élete. Hát amikor meglátogatta Isten Ábrahámot, nem mondta, hol vagy? Hát a City, hogy most City, vagy évek? Mi? Shopping mall, shopping city. Shopping city vagyok, uram. Nem probléma nekem ha a shopping city-be jársz, na, hogy félrejtsél. Csak mondom, ha az urat akarod hallgatni, ahhoz, ahhoz tudod, hova kell menni, el kell vonulni. Nem a fa egyedül, csak üldögélt a fának az árnyékába. És egyszer, mint lát, jön hozzá az Isten. Elmondja, azt mondja, hogy hallgatnám el az én barátomtól. Isten akar veled kommunikálni, akar veled szóbálni. Van szava hozzád. Neki egy nagy szüksége volt. 99 esztendős volt, és még nem volt neki édes fia sárától. És mit mondod? Egy év múlva. Bébi, bébi! Parabola ki volt, nyitva, a felesége hátul hallgatózik. Én. Sárától mondja, sárától, sárikától. Nagy rögés volt. Azért mondom, hát persze rögünk, mikor a Szentélek megérint. Ne csodálkozz rajta. Hát itt a röhely. Néha, amit Isten velünk végez, Emi, te gondoltad volna 20 esztendő ezelőtt, hogy vész egy gyülibe, és áldod az urad? Kinézted magadból? Milyen mondta neked, gombos át, gyere? Adj nekem békémet, ember, ne És most pedig eldöm az urat! Halleluja! Szól az Úr hozzád, leveszi a terheket, meggyógyít, megszabadít, persze, hogy örülünk. Hát persze Hát ha Ábrahám atyánk száz évesen rögöd, Sára mamá, 90 évesen rögött, akkor miért várjátok tőlünk, hogy mi álljunk így, mint a szobrok? Hát mi ez a familiához tartozunk? Ezek vénkorba is nevettek. Az ilyen nevetős banda volt. És mi, a tinédzserek? Young lady. Jángul hogy ne nevetnénk? Örülj az Úrba, megbocsátott az Úr a bűneinket. Enged az Úr örömmel rázom fel. Elég volt a búsulásból, nem segít semmit. Komolyan mondom, enged az Úr örömmel, öntsön el, nyaki, ne vessél, mint, mint Ábrahám. Miért? Mert a nagy halak úton vannak. A nagy halak úton vannak. A nagy halak úton vannak feléd, az áldás úton van feléd. Mikor ezt Ábrahám hallotta, hogy hogy meg ágya őt, az úr rögül kezdett. Oh, hogy fogok kinézni ember? Más a sét a pácám, én. én? pedig fogom window, öcsit. Sőt, még azt is elmondta neki, várjál, várjál, nem csak, hogy megszületik, úgy nevezt, hogy nevetés, Izsák, még a nevetés az Isten adta. De azt kell mondja, reggel, Nevetész, kelj fel! Ma is rögünk egyet! Nevetés reggeli, nevetés vacsora, nevetünk reggel délbe mert az Úr öröve a, a mi erősségünk. Nevetünk, kicsőség az Úrnak. Nem akkor kell nevetni, amikor már megvénul az izsák. Most kezdj el nevetni. Sára is akkor kezdett nevetni, amikor még nem volt meg a bébé, nem volt kidővedve a hasa. Ha még be vagy holypadva az áldásoktól, akkor kezd el nevetni. Majd eljön egy nap, amikor te is baby-baby veszel. Nagy hassal. Nagy áldásokkal. Hát most kezdj el örvendezni, nevetni. Hú, de jó lesz, megáld engem az úr. Hát megígérte. Az azért jött a földre. Meggyógyít az úr, megszabadít, leveszi a terhemet, helyreállítja a házasságomat, helyreállítja a pénzemet, helyreállítja a szolgálatomat. Isten hűséges. Kezdj el nevetni, kezdj el örülni. Döntsd el, 2022-ben annyit fogsz rövetni, hogy a szomszédok is azt meg, hogy mi van vele, annyit röksz. Hát tudod, hogy a szomszédait figyelnek? Megszörított egyszer a szomszédom. Az a szomszéd? Tessék, a szomszéd. baj? Magával mi lett? Hát mondom, mi ő legyen? Mostanában nem nevet. Nem mondom, elkapott. Igaza volt. A hülyeségem buszultam, túl de kár volt. Tudod miért? Mert semmit nem oldasz meg vele. Amikor elkeseredünk, akkor úgy járunk, mint Péter. Később mondja, uram, van egy kicsi gond. Mi az egész éjjel haláztunk. Te olyan mondasz, hogy most menjünk ki oda, ahol a tegnap nem fogtunk semmit, és a te beszédet és a mi tapasztalatunk ellenkezik. De mi a te parancsodra hallgatunk. Amikor elkeseredsz, a tapasztalatod miatt. Hát a, a, nézd meg, hát a, nézd, el, hát, láttad, az hát a tükörben néztél? Hogy nézel ki? Borzasztó. Pénztárcát ki van, ki van száradva. Hát borzasztó, borzasztó. Mennyi probléma van? Borzasztó. De az úr parancsa, az úr azt mondja neked, hogy ma kéz, elkészítettem a számodra, előre el vannak készítve az Istennek az áldásai. De van az úrnak szava hozzád? Megszabadítlak, meggyógyítlak, megerősítlek. Leled vagyok. Én veled megyek 2022-be. Most kezdj el örülni. Kezdj el örülni már most. Há, mert amikor már a halakkal telé volt, akkor könyörögni rajta. De most kezdj el örvendezni. Evezz a mélyre, be az igébe. Hogyha nem, nem úszkáltál még az igébe, csak ilyen mindig ügyettél, mint a fagylatot, hogy eszik, Halleluja! Az Úr az én pásztorom, nem szükköd Igen, füves legelőkön. Jó, amikor együtt lakoznak az atyafia, oda küld áldást. Boldog ember, akinek az Úr bűn nem törődött. hogy amen, halleluja, olvastam a Bibliából. Ez fagylajt. Ami kedvenc, azt lenyalod, semmi nem ott hagyod. Bibliát enni kell. Tápá, ez kenyér. Mikor gyerekek voltunk, csináltunk olyan, hogy a karimáját nem ettük meg. Aztán kézzeltétel gyakorolt anyánk, és mindjárt karimástól tudtuk megenni. Addig fájt a fogunk, kemény volt, szúrt a, fog, a foghúsomat. A fok, a Attól kezdve egyből helyre jöttünk. nagyon hatékony volt akkoriban. Barátaim, az igéből nem az nem hal, hogy kiveszem a szárkát a tányérba, ilyen szépen, mint franciásan. A, a másikat eszem, és amikor nem vigyázok, akkor kirepül. Hanem edd meg, báza, nyisd ki a szádat, az úr betölti, és érzed, erőd van, boxolni kell, boxolni fog, harcolni kell, harcolni fog. Az úr velem? Az íge természetfeletti módon beléd megy, és más ember leszel. Beléd megy az íge. Érzd meg, hogy a perfúziód. Mi az? Adnak egy liter folyadékot, ki tudja mit, kifúrják az oldaladat, belenyomják, és csak csepeg. És mi lesz? Felkezd az ágyból, és Nem Vajon mi van benne? Vajon mit csepegtetnek belém? Vajon mit lehet tudni két év múlva, majd mi lesz belőlem? Kinő a szarvam, vagy nem nő ki? Hanem örülsz, miért? Na most az íge meg tudjuk, hogy teljesen tiszta, púr. Abból minden cseppje élet. Szívjad magadba, egyet. Azt mondja az íge, aki eszi az én testemet, Iszta az én véremet? Örök élete van. Miért? Mert abban élet van. A fizikailisan is megerősöd. Hát nem normális, hogy 35 éves vagy, és úgy jársz, úgy meg vagy gönnyezve, mint dédnagyanyád. Déd nagyanyád. jó vagyok, hát tudod. Most jött ki a gázszámlám, olyan megdágult a gáz. Mi azt hitted, az Isten elfelejtett könyvelni? Hát nem tudod, hogy már tudja előre a te szükségeidet? és ki fogja pótolni. Megígérte, hűséges, és nem fog elhagyni. Hát gázvállalat fölött van még egy Isten. Hát nem szabad elkeseredni. Persze, hogy megdrágul. Hát őknek az a dolguk, hogy minél többet akassanak. az Istenem meg az a dolga, hogy minél jobban, nagyobb halakat ad el. Rá. Hát. van az Istenem még hala. Ha nincs más, akkor olyan kérünk, hogy a lehet benne arany is. Hát volt bajban voltak, Jézus még olyan is csinált. Pétert kisegítette. Hát gondoljátok, még nem ah, még nincs a Földön. Hogy te volna? Csak be kell menni a mélybe. Másik terület, amiben meg kell gyökereznünk, és be kell mélyen menni, az az ima élet. Drága barátaim, ne csak a drága Jézust imádkozzátok, áldjon meg az Úr. Sem az, hogy csendes atyám behumodik a szemem, becsukom, te meg nyitva, meg csendesé, szentségesé, és karácsony ezt tesz ilyen szép énekeket, ájtatosan majd ledőlt a karácsonyfa, úgy énekeltél, nagyon szép, nagyon szép, gyönyörű, de ne, nem ettől lesz az az áttörés az életedbe. Az áttörés abban áll, azt mondja a Biblia, hogy mindenkor imádkozni kell, és meg nem lesz. Tűni. Most is imádkozunk az Úr Jézus nevében a betegekért. Istennek az ereje járja át, gyógyíts meg őket. Kapjanak levegőt, szó, gyógyuljanak meg, csodák történjenek, tumorok tűnjenek el, daganatok tűnjenek el a testükből. Istenek az ereje jár őket át. Uh! Isten odafigyel az imádra. Itt van az Úr, hogy meggyógyítson, megszabadítson rajtad keresztül. De érted, ha nem putz, pizza futára, szentélek, hogy fut utána, te még nézd, anya gyorsan, alig ér, utol. Na, jöttem, mert hoztam a mennyből, igaz, már meghűlt, megfagyott, szétszakadt, de itt van a, a pizza. Az Úr akar veled beszélni. Akarja szólni hozzád, de akarja, hogy te is szóljál hozzád és elmélyülted. Akkor nagyon jóban van két szerelmes pár, tudjátok mi a nagy problémájuk. Ők nem fogynak ki soha az életbe a szótól. Te láttál olyan szerelmes párt, hogy ülnek? Drága. igen. Hogy vagy? Nem tudom. Szerelmes, Elkezdi Reggel hatkor kezdi, délután hatkor, mindegy. Amíg az anyja nem csenget rá, hogy már gyere, fiam, haza már hol vagy. Itt vagyok, jövök rögtön, csak még egy kicsit, De jó volt veled lenni. Hmm. Csodálatos. Úgy várom, bár a tegnap előtt lett volna az esküvőnk. Már látom, olyan csodálatos tesz. Gyönyörű virágok, wow, csodálatos. És, és, és holnap kezdik előről? Holnap után, azután? Nem, hát most már úgy elbeszéltünk nagyjából minden témát, a listámat nézzem meg, meg a 25. paragrafus nem beszéltük át, nekem van még a béke bekezdéshez kiegészítni valom. Szerelmesek nem így szoktak. És te az Úrnak vagy a szerelmese. Az Isten, a Jézus Krisztus a te vőlegényed. Hát beléd van esve. Hát annyira benne van, hogy alig várja, hogy találkozzon. Most, mikor dicsértük az Urat, nem vetted észre, hogy idejött, és mondta, hogy itt vagyok én is. És akkor te énekelted azt a nagy gyönyörű tenor haggoddal, mondta, á, de csodálatos. Én azon csodálkozom, hogy az Isten hogy tudja hallgatni a hangunkat? Egyik énekel szoprán, másik fortéba, másik piano pianissimo, másik meg dudogatja magába, és akkor azon, a gyönyörű. Mert az úr a szívet nézi. Képzeld, -e, van olyan is, akinek lehet, hogy nem is jó hallása. Egy, egyik egy ének egy, egy, c durba másik bevág G-dúrba. Nyom, mi a ne törődj ember. Egyszerre sztáróba énekelünk. És az úr nem azt mondja, jaj, Ennél szebbet még hallottam. Miért? Mert a szeretet, az Úr a szeret a szívedet nézi. És gyönyörködik. Azt mondja a zsidókhoz itt levél 13. részében, hogy az Úr ilyen áldozatokban gyönyörködik. Tehát mondod, áldom az Urat, áldom az Urat. Hát néha nekünk nehéz hallgatni, hogy, hogy dicsére a másik mellettünk az urat. Képzeld el az urat, hogy annyira tetszik nekem, annyira bejött, hogy az a samu énekel. Ez annyira bejött nekem. Képzeld el így néz az úr. Na jaj, az idegemre megy, Jöhetek, Gabriel, segíts valamit, valamit énekeltek itt, mert nyomjátok ezeket, ne halljuk, hanem gyönyörködik, Meg van írva a Bibliában, onnan tudom, olvastam. Amikor te ez gyönyörködik az úr. Nézi, ez a tévé, de csodálatos. Úgy tűnik, mint a sztereóba énekelni egyből. Csodálatos. Tudod miért? Mert szeret. A szeretet megszépíti. És még jön egy angyal, tesz hozzá még jó, indulat, jó illatot, jó indulatot is. Szerintem egy kicsit át is és ilyen pavarotti hangok mennek fel a mennybe. Wow! Hallan, wow, azt a Ilyen az úr. Hát akkor te is legyél szerelmes az úrban. Én például az vagyok. Én be, valami, be vagyok, vagyok ez az úrban. Engem is érdekes ebben a világon, csak az úr. Komolyan mondom. Hát ezt a csomó örültséget miért kellene annyira szívre venni? Amikor egyik nem normális, veszekedik a másik nem normális, akkor miért nem maradnék normális? annyi örültség van a Földön, annyi igazságtalanság. Ezt csak egy módon tudod könnyen átélni. Szerelmes vagy az Úrba. És ezt ott hol látszik? Hogy szereted, szeretsz imádkozni. És akkor megy az ima is, megy az ige. És még egy dolgot ki beszél a Biblia, hogy a szeretetben meggyökerezve. Tehát mondja, evezz a mélyre, ez azt jelenti, hogy neki fogunk rendesen evezni, imádkozni, mert mikor evezel, először csak zavaros vízben, de aztán te bejutsz. Az igéolvasás, ez is ilyen, és a szeretete, egymás fele. Ha nagyon mélyen gyökerezzik, akkor nem olyan hamar hagyjuk abba egymás jönni. Megsértett? A nagy egymási... megsértet. a szeretet, mit érdekel, megsértett? Ennyi Megvan Meg van írva a szeretet. De még az is az, minden. Elnézést. Köszönöm szépen, hogy az órára. Gondolom, te már unod, de most látom a nyolc óra. Elnézést. De mindjárt befejezem, mindjárt befejezem, kicsit türelmet. Hát a lényeget nem hagyhatom ki. Mikor beültottak a mélybe? Mit mondott az Úr? Most, vezd a hálódat ki. Most. Tehát, ha elkezded az Urat intenzíven keresni, gyorsan ismételjük át. Kitakarítod a hálódat. Második. Beülteted Jézust az életed központjába. Parancsnoknak kinevezed hordozod a mindennapokba, és hallgatsz rá, és elszakadsz azoktól a dolgoktól, amik fogva tartanak. Tudjátok, hogy a meg, a meg nem bocsátás a parton tartja az embert? Ott abban a helyben. És van, a régisége, kipingálja, hogy itt járt valaki, Ludas is itt is maradt, itt is ha itt született, itt is halt, meg ide a gyűlibe, itt koptatta a székeket, itt is maradt. De mi tovább kell menjünk, bejutsz a mélybe, így bevezel, egyszer csak hallod, mondja az úr, most. Salamon, kérj, amit akarsz. Kérj, amit akarsz. Képzeld el, Isten megkérdezte Salamon, Sal kérj, amit akarsz. De azt gondoljátok, az tőled is megkérdezed, mit szeretnél? Van ilyen, mikor jó vagy. Hát nem szó, nem kérdezted a feleséget, hogy mit szeretnél, drágám, karácsonyra ha fél országod, azt is megszerzem neked. Te királyságom, a tiéd, az egész a És mert megtette, engedelmes volt, az engedelmesség az igazából az nagyon, nagyon fontos titok. Mert ha nem elég, hogy ismerjük az igét, hanem fontos, hogy engedelmesek is legyünk. Engedjünk. A mindennapi tapasztalatok sokszor ellentmondanak annak, amit mond az úr. Például azt mondja az úr, a, a, egy olyan embernek, aki meg 38 éve beteg volt. Ember, kelj fel, és menj haza! De soha nem járt. Fel. Jó, azt mondta, az úr kell fel, fel. Csodálatos, az Isten beszéde a tapasztalatainkkal sokszor ellentmond. De neki mindig igaza van. És ennek igéje mindig for, ö, ö, változást tud hozni. Az áldás az mindig következmény. Tehát Látjátok, hogy egy sorozat következménye mi volt? Nagy halaknak sokasága. Nagy halaknak nem egy szerencsétlen is pirkát fogott. Hát az ennyi jutott neked. Tegnaptól ennyit tudtam beterelni. Képzeld, hogy Istennek van bőven, amit neked adjon. Nem az Úron múlik, rajtunk múlik, hogy mi meg képesek vagyunk az áldásnak az állát kifizetni. És itt hagyjuk-e a 2021-es évnek a terheit, és átvesszük-e azokat az áldásokat, amiket készített. Ha ezt megfizeted, megteszed, meg fogod te is tapasztalni, hogy a hálód megtelik áldással. Tudod meddig? Szakadozásig. Ez is egy profetikus, csak most már nem merek Jánosra nézni. De itt merek beszélni, mert látom, hogy nem, nézitek annyira az órátokat. Nehogy megharagudja János. Hülyeskedek csak, csak. elfog engem is a hülyeskedés. Szóval, de elfelejtettem, mit akartam mondani, vissza -e, kell most előre. Igen, tehát, hogy a háló, a háló az a karakter is. A karakterünk a limitje az áldásnak. Tehát az áldáshoz nőni kell a karakternek is. Annak van terhe, mondja, hogy nem bírták meg a hálók. És amikor kész áldást, még azt is kért hozzá, Uram, adj hozzá nekem jellemed. Hogyha nagyon sok pénzed lesz, akkor is tud, hogy hűséges maradni Istenhez. Mert van, aki szegényen akkor imádkozó szedi le Szent Pétert a mennyből. Aztán megáldja őt az Isten. Köszönöm szépen. Nekem most programom van, nem tudok menni a gyűlibe. Döntsd el, hogy megáld az Isten. Egy korrekt maradsz, egyenes ember maradsz. Isten nem kell, olyan Istened van, akinek nem kell hazudj és csaj, hogy megáldjon az Isten. Mi olyan Istenbe hiszünk, aki úgy is meg tud áldani, hogy a, a, a normális törvényeket betartod. Én ebbe hiszek. És azt mondja az ige, hogy a, 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 amekkora volt a háló, a te hálód és az én hálóm, a jellemünk határozza meg. Ameddig volt korsó, folyt az olaj. És akkor bejutott Simon, ne felejtsétek el, hogy mindvégig a hajóba ki volt a kapitány? Jézus. Nem csak egy látogatót elmondta hogy ez a tenni Figyelj, mikor majd, majd hazafelé hozza nekem is egy, egy, egy féli megsülve. Hanem végig ott volt veled. Az Úr veled lesz egész végig, amikor vizen négy át, akkor veled megyek. Jövőbe is veled megyek. És azt látjuk, hogy egyszer mi lesz Simonból? Áldás. Mert nem csak az Istennek nem csak az a terve, hogy téged megáldjon, hanem az is a terve, hogy rajtad keresztül másokat is megáldjon. És egyszer csak azt mondja, Péter, fiúk! Mi van? Gyertek, mert úgy megáldott engem az Isten, hogy nem fér. Kell nektek is. És mind a két hálót csordulti, megtöltötték. Isten képes, a dicséretet kérem, hogy jöjjön fel. Isten képes úgy megáldani, hogy te nem csak áldott vagy legyél, hanem a környezeted rajtad keresztül lesz, lesz áldott. De ők is olyan áldottak, hogy nem is értik. Látjátok? Az legelején hogy kezdődött a történet? Hogy mind a ketten mit csináltak? Tisztogatták a hálójukat. A különbség az, hogy Simon, Végigjárta az útat, és ő áldássá vált. A második rész pedig csak, hogy őket is az Isten rajta keresztül megáldotta. De az Úr azt hogy te áldás legyél. Ábrahámnak azt mondja az Úr, megáldván megáldalak, áldott leszel és áldás leszel. Rajtad keresztül megáldatnak a Föld minden nemzetei. Ez az Isten akarata veled kapcsolatban, hogy keresztül. Ábrahám magva? Hányan vagytok Ábrahám magva? Rajtad keresztül akar Isten megáldani a városunkat, a környezetedet, a szomszédokat, és így akar Isten a 2022-es évben. Dicsőség az úrnak, kélek, álljatok fel, és dicsérjük az urat!